Apa vezet, ezért ő szokott vinni suliba. Általában anya szokott főzni. Dolgozik kozmetikus. Nálunk senki se szeret mosogatni, mert az kicsit uncsi is. Ezért anya szokott mosogatni. Apával lebúzzunk. Sokszor szokott telefonozni, mert ugye neki az a munkája. Túl sok a sennyes, akkor kimossa a juhákat, aztán főzi anyjékünk a vacsaját. Ez azért túlzás. Nem örülök neki, hogy neki nehezebb volt. Mikor megláttam a plusz feladatokat, akkor átnéztem a másik oldalra, hogy ott biztos van-e, és akkor azt láttam, hát jó. Hát szerintem azért tettetek nekem több feladatokat, mert a lányok többet dolgoztak, mint a fiúk. Mert otthon ugye ők szoktak takarítani, meg ők csinálják a házi munkát, és akkor itt is igazából. Anyunnak kis nehezebb a pálya. Átalakítam el olyan, amilyen az enyém. Hogyha a fiúknak is ugyanannyi dolgot kéne csinálni, mint a lányoknak, akkor a lányoknak is jut arra időjük, amit szeretnének csinálni. A fiúnak is kellene, hát nekem is kellett volna valamilyen plusz dolgot berakni oda, hogy egyenlőek legyenek az esélyek.